Üdv, hello, sziasztok! Benni vagyok, és egy újabb kicsomagolást hoztam el nektek. Méghozzá ez lenne az októberben megjelent 2012 per 11-es havi PC gurúnak a kicsomagolása lenne. Ugye vágjunk is bele, kiveszem a fóliából. Akkor nézzünk rá a borítóra. Ugye a borítón találjuk a PC Gurus logót, a Resident Evil-ről egy kis szösszenetet, az XCOM Enemy Unknown-ról, illetve a Torchlight 2-ről is írnak, és ami a borítóra került, az nem más, mint a Far Cry 3, amelyet órákon át játszottak és teszteltek is. Amit mégis olvashatunk, az a Battlefield 3 Armored Kill DLC, Borderlands 2, Hitman Absolution, illetve az F1 2012, ezek lesznek rajta az elvi DVD-n, amelyet én előbb élvezhetek, mint azok, akik a PC Guru Live-ot nézik a YouTube-on. Na, kezdjük el lapozgatni. Itt a Play IT-ről, vagy Play It-ről, ki ahogy szereti, kapunk egy kis információt, méghozzá, hogy mikor lesz, illetve mi is ez az egész dolog. Itt olvashatjuk beta levelét, illetve az a szerkesztőknek feltett elvi kérdést. Ugye ez lenne a tartalomjegyzék, ezt ugorjuk át. Ez lenne a teljes játék. Codename Panzers Cold War nevű stratégiai játék. Remek kis játék, viszonylag jó grafikával és elég jó hangulattal. Híreket olvashatunk, igazából mik is lesznek. Egy ilyen általános hír összegzés. Még mindig ugyanezt taglalják. Illetve ez már az indie hírek, mindenféle új indie játékról. Minor Wars 2081 nevű játékról itt írnak elég részletesen, de ez csak egy ilyen bemutató, még nem jelent meg. A keleten nagyon népszerű Warface AAA kategóriás ingyenes játéknak a bemutatója. Igazából ingyenes játék, a Crysis motorja hajtja, és baromi jó. De sajnos itt nyugaton, ha fogalmazhatok így, még nem elérhető. Az új Football Manager játékról egy kis rövid szösszenet. Illetve a Neverwinter, vagy Dungeons and Dragons Neverwinter játék, ami ugye a Dungeons and Dragons szerepjátékra épül. És itt lenne a Codename Panzers Cold War DVD, meglehetősen szép kivitelezve, félreteszem, és akkor menjünk tovább. Defiance nevű játék, Star Wars 13-13, ha fogalmazhatok így. Ez egy új Star Wars-os játék, igazából Gears of War stílusban. Meglehetősen jó kis játék lesz. StarCraft 2 kiegészítő, illetve a Kickstarterről van egy nagyon érdekes cikk, hogy mennyire támogatják, kik támogatják, és milyen játékokat mostanában. Itt egy interjú, méghozzá Shootmany Robots-nak a gyártójával, hát ez a leghíresebb játékuk. Hitman Absolution az új Hitman-es játék, ami egy vadidegen motorra épül, ahol meglehetősen sok karaktert tudnak vászorra vinni, anélkül, hogy nagy gépigény lenne. Na, akkor talán a vezércikkhez érkeztünk, Far Cry 3. 4 oldalban szépen illusztrálva, illetve szépen megszerkesztve, ahogy ezt a PC Gurútól már megszoktuk. Na, és akkor egy egészen új két oldal. Mi is ez? Az előfizetői akciók, amik ugye itt szoktak lenni. Viszont most két oldalban lehet, és sokkal többféle változat van. Mindenki megtalálja a saját magának kedvezőt. Borderlands 2-nek a tesztje. Igazából ez is négy oldalban nagyon részletesen. Az új Forma 1 játék. Resident Evil 6, talán a hónapnak az egyik legfontosabb játéka. Erről is négy oldalban írnak. Battlefield 3 DLC. Hát igazából úgy érzem, hogy erre elég a két oldal, de nem is lett olyan jó, ahogy itt a számunkból láthatjátok. Torchlight 2,
Diablo 3-hoz hasonló kis játék. Róla kritika 4 oldalban Diablo 3-mal összehasonlítva. Illetve a Minor Wars Arena-ról egy kis szösszenet és az I Am Alive-ról. The Testament of Sherlock Holmes. Nem tudom, hogy mennyire lesz jó ez a játék, de elég jó értékelést kapott. Mindenképpen érdemes kipróbálni. XCOM Enemy Unknown. Ugye a GameStar-os kicsomagolás már szóba került, és itt is megvan, hát egy kicsit késve. És akkor itt még írnak erről is 4 oldal van nagyon részletesen. Itt egy kis kiegészítőkről írnak. Natural Selection 2. Nem tudom, nem ismertem az előzőt, de nagyon magas értékelést kapott. Én mindenkinek ajánlanám. Így láthatatlanban is, ha már ennyire jó értékelést kapott. Sims 3 kiegészítő egy újabb. Faster Than Light nem minden játék. Endless Space, ez is elég jól sikerült. All of Orcs and Men. Hát ez az orkos téma eléggé felkapott mostanában, bár ez a játék nem sikerült annyira jól, ahogy itt az értékelésben láthatjátok. PES 2013. Igazából szerintem semmi újat nem tartogat majd a játék, annyira, bár a kapus technikán biztos, hogy csiholtak, mert az előtte borzalmas volt. Dust an Elysian Tale és Tekken Tag Team Tournament, kis szösszenetek, és a PS Vitás, itt mindenféle szakosodott játékok lennének, méghozzá itt a PS Vitás Little Big Planet, 95%-os értékeléssel remek, illetve kis retro, bár ez új játék, a New Super Mario Bros. 2, ami szintén jó lett, és 3DS, vagy 3DS-re jelent meg. Illetve Androidra játék ajánlás, nekem az előző hónapban mind a kettő játékot kipróbáltam, és remek volt. Általában egy ingyenes és egy fizetős. Illetve az iOS-ra is ajánlanak egy Horn nevű játékot, aminek remek a grafikája. Na, akkor egy kis retro vonal. Operation Flashpoint, a maga idejében nagyon népszerű játék, mire remek innovációkat hozott magával. Bár most arra egy kicsit már megkopott a grafikája is, meg a játékmenet is. Klasszikus új köntösben Black Mesa. Igazából a Half-Life-nak az újra szerkesztése lenne ez, szép kivitelben. És akkor itt vannak a játék ajánlók, amit kifejezetten ajánlanak én is, az a Dead Island és a Singularity. Igazából a többi megvan, és nem is érzem annyira olcsónak, hogy jó vételen. Tokyo Game Show. Ugye a most megrendezett Game Show, ugye majd hamarosan lesz a Budapest Game Show-nak az utódja, a Play IT is. Ez is elég rangos, bár nem annyira, mint az E3 vagy a Gamescom. Itt a játékmentő, ugye bármi kérdés van, akkor arra tudnak válaszolni. Új hardverek, felső kategóriás laptopok és videokártyák, mobilok. És akkor egy kis segítség, hogy mitől indulna jobban egy játék, ez mindenképpen érdemes lehet, akinek Windows-on. Na, és akkor az állom PC összeállítás e hónapban is nagyon jóra sikeredett. Hardware mentőv, Levrov. Itt a könyvajánlások, vagy ilyen, hát ilyen más világ ajánlások, itt pedig mindenféle DVD és mozifilm ajánlások. Hát nem tudom, mennyire lehetnek most jó filmek a mozikban, hogyha a Kaptár új részét mutatják be, ami már a Resident Evil sorozatnak a meggyalázása konkrétan. És akkor itt egy-két kép, és azt elfordítjuk, akkor itt van a Codename Panzers Cold War-nak a borítója, ami ismét egy szépre sikerült borító, nagyon jól fog kinézni a polcomon. Illetve majd november 8-án jelenik meg az új szám. És azzal kapcsolatban kapunk egy kis infót, illetve egy kis reklám itt a végére, meg a Silent Hill kinyilatkoztatás 3D-s verziója, amelyet az
RTL 2 támogat. PC Guru jó, az RTL 2. Na, ha tetszenek a videóim és szeretnétek többet is látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljatok Facebookon, kövessetek Twitteren, én Benny voltam, sziasztok!